Véget ért a 2016-17-es tanév a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ gyermekrehabilitációs osztályán, és az osztályvezető főorvosának doktor Zahucki Katarint arra kérem, hogy egy kicsit értékeljük ezt a tanévet, hogyan sikerült, melyek voltak a főbb állomások, amiket mindenképpen szeretne megemlíteni. Tulajdonképpen nem nálunk ért véget a tanév az osztályon, hanem a kórházi iskolánkban, azaz a, a kórházi tagozaton, amiről azt mindenkinek tudnia kell, hogy abszolút kuriózum Magyarország sehol máshol tudomásom szerint ilyen iskolai keretek között, tehát nem a betegágy mellett nem folyik házakban iskolai oktatás. Nálunk ez már 89-től működik folyamatosan, és nem csak az épp értelmű hát, normál általános iskolába járó, hanem a szellemi fogyatékos értelmi gyerekek körében is. Úgy gondolom ez is egy hosszú munkával teli sikeres tanév volt remélem ebben egyetértenek velem a pedagógusok is. Mi csak támogatni tudjuk őket, és nagyon örülünk, hogy a gyerekeink részére a pedagógiai rehabilitáció is elérhető. Próbálunk becsatlakozni az ő programjaikba, próbálunk velük együtt dolgozni, és hát minden éven vannak ballagóink is, akiket hosszú éveken keresztül kísértünk végig, nem csak a rehabilitációban, hanem az iskolai életükben is. Ahogy mondta a főorvosnő is, véget érte hát a tanév az iskola vonatkozásában, hiszen az értelmi mozgássérű gyermekek az osztályról megkezdik a nyári szünetüket. Hogyan alakul a nyári menetrend? szorosan együttműködünk a tanévvel, mert télen a sérült, mozgássérült, halmozottan sérült gyerekeket látjuk el elsősorban osztályunkon, nyáron pedig nekik adunk egy kis szünetet, hiszen minden gyerek megérdemli a munkavégeztével a pihenést, és helyette belgyógyászati betegségekben, túlsúlyjal küzdő, tartáshibás, léguti betegségekkel küzdő gyerekeket veszünk fel csoportokban, és egy intenzív edzést, egy intenzív fizioterápiás kezelést kapnak, két-három hetes turnusokban váltják egymást. Április 1 a kórházunk neve megváltozott, hiszen Borsodaboly Zemplén megyei központi kórház és egyetemi oktató oktatókórház lettünk. Ez jelentette némi változást az osztály életében. Hát a mi osztályunk életében, mivel országos felvevő központ vagyunk, tehát bárhonnan fogadhatunk sérült betegeket. Különösebb nagy változást nem jelentett. Talán a szervezési dolgokban könnyebben elérhető a, a jelenlévő kezelések, illetve diagnosztikus dolgok, bár ezek is a mi osztályunkat különösebben nem érintik, hiszen a gyek egységében dolgozunk, a gyerekellátás itt koncentrálódik a megyében. Azt szoktuk mondani, hogy ma már egy osztályvezető főorvos nem csak orvos szakmai munkát végez, hanem egy osztály menedzsere is kell, hogy legyen. Hogyha ilyen vonatkozásban gondolkodik főorvosnő az elmúlt tanévre, akkor hogyan tudja értékelni, hogyan alakult a beteg a forgalom? A beteg töretlenül nagy, az ambuláns forgalmunk is töretlenül több ezres évi lebontásban. A fekvőbeteg részlegünk az úgy működik, hogy van egy 26 ágyas általános vegyes profilú rehabilitációs részlegünk, és van egy 10 ágyas intenzív vagy súlyos sérültek részére létrehozott rehabilitációs részlegünk és van egy 13 ágyas nappali ellátó részlegünk, és ezen felül látjuk el az ambuláns betegeket, akiknek nincs szüksége kórházi ellenőrzésre, mindennapos orvosi ellenőrzésre. Ezekben a betegforgalom a fekvőbeteg részlegünkön olyan 4 600 között mozog évente, ez, ez évek óta nem változik, ugyanígy a nappali kórház, ami nagyon népszerű, itt kb. 80%-os az ágykihasználtság, vagy a fölötti, itt 2-300 közötti az ellátott beteg a szakrendelőnkben évente több mint 3000 beteget vizsgálunk, ez is változatlan. Ambulánsan pedig 20-30 ezer között van az ellátott betegek létszáma. Azt mondtam az imént, hogy egy osztályvezető főorvosnak menedzseri feladatokat is el kell látni, és hát főorvosnőről tudott, hogy keresi az új terápiás lehetőségeket, milyen új foglalkozásokba tudjuk bekapcsolni a gyerekeket. Ez ebben az évben hogyan alakult, bővült-e valamivel? Alapítványunk segítségével tudjuk ezeket az egyéb olyan által nem támogatott terápiákat is behozni a gyerekek részére. Hiszen ö, én vallom, ilyen kicsit ideológiám is, hogy Némelyik gyerek egy szép és csecsemőkorától folyamatosan terápiában van. Nap mint nap, hétről hétre húcolják gyógytornára, gyógypedagógiai fejlesztésre és egyéb terápiákra. Az ő részükre mindenképpen szükség van valami élményt is bevinni a terápiák közé, hogy hogy az élmények, adta sikerek megtartsák benne a motivációt, hogy igenis a mozgását, a, a kézfunkcióját, a, a beszédét, vagy bármi egyéb sérült funkcióját tudjuk továbbfejleszteni és ne adja fel, ne szűnjön meg a, a készség, a motiváció arra, hogy van értelme. Így az alapítványunk már évek óta például egy a szimbiózis alapítványjal közösen egy alpakaterápiát biztosít, amely a kórházban fekvő tartósan kezelés alatt álló gyerekeinknek ad élményt. A kórház segítségével szállítjuk ki a gyerekeket a, a baráthegyre, ahol az alpakaterápiában vesznek részt. Nyertünk hozzá egy önkormányzati pályázaton némi pénzt is, ami segíti, hogy nem csak az alapítvány terhelye, csak kiadásként legyen ez jelen. Ugyanakkor szintén évek óta folyik a, a sportterápia az osztályunkon. Próbáljuk bővíteni az eszközkészletünket, most is pályáztunk újabb sportterápiára alkalmas kerekesszékekre, amelyekkel játékos sportvetélkedőkön tudunk részt venni országos szinten. Három éve járunk úszóversenyekre, már több mint tíz úszóversenyen vettünk részt jó eredménnyel, ahol néhány gyerekünknek szinte hónapra-hónapra látjuk a fejlődését, és ez óriási motivációt ad nekik. 2014-től zajlik az osztályon a kutyásterápia, és most ebben az évben még inkább létjogosultságot nyert, hogyha mondhatom így, hiszen a a közelmúltban volt a Fiatalok Fóruma Mohácson, ahol a gyógypedagógus kolléganő egy külön díjat hozott el. Igen, erre is nagyon büszkék vagyunk. Ott Mohácson szembesültünk vele, hogy ebben is az elsők között vagyunk, aki ilyen terápiát használ, és évek óta, tehát nekünk már volt benne tapasztalatunk, még egy másik előadásban bemutatták, hogy hogy próbálkoznak vele az ország más részein. Kutyás terápiát is elsősorban az országban pszichoterápiás hatása miatt használják. Mi elsősorban mozgásfejlesztésre, tehát az induláskor csoportban az osztályunk kezel gyerekek részére csoport foglalkozások keretében elsősorban a mozgásuk fejlesztéséhez használtuk motiváló eszközként a kutyát. Már két éve a gyógypedagógusunk egyéni terápiákat is vállal, és így gyógypedagógiai fejlesztő kiegészítő eszközként nagyon jól bevált a kutya használata, amit elismert a, a Rehabilitációs Bizottság ezzel a külön díjjal mahácson. Ezek voltak tehát a terápiás foglalkozások, de ebben a tanében számos továbbképzésen is részt vehettek az osztályos orvosok, illetve a szakdolgozók is, melyek voltak a legfontosabbak. Fontosnak tartjuk, hogy kövessük a rehabilitációban a fejlődést, az újabb ismereteket átadjuk egymásnak, így amiket továbbképzésekről hazahozunk, ismereteket mindig átadunk, tehát rendszeresen részt veszünk a rehabilitációs vándorgyűlésen, a gyerek rehabilitációval foglalkozó szerebrálparatikus gyerekek részére szervezett CP kongresszuson, fejlődés neurológiai továbbképzésen, ezekről mindig az információt továbbadjuk. Indult egyetetésterápiás terápiás csoportunk is, ez is egy továbbképzés kapcsán annak hatására merült fel, hogy igenis Nálunk is szükség van erre, és most már lassan, alig bírjuk a gyerekeket ellátni, hiszen ahogy terjed a hír, egyre többen jelentkeznek a problémájukkal, és látják be, hogy erre szükség van. Tartottunk a dolgozók részére egy átfogóbb segédeszközellátásról, a leggyakrabban használt segédeszközök bemutatásával egy továbbképzést, hogy ne csak az orvos, a gyógytornász ismerje ezeket az eszközöket, hanem az összes terapeuta az osztályon, hiszen ezek a gyerekeken rajta vannak, és ne legyen idegen a számukra. Tartottunk egy botulinumtoxin használatáról egy továbbképzést, mert szeretnénk ezt meghonosítani a, az osztályunkon ezt elsősorban ortopédiai, illetve gyerekrehabilitációval, gyerekneurológiával foglalkozó osztályokon érhető el ma Magyarországon. És van egy kesztyűs projektünk, ami egy dinamikus ortézis. Ebben most fogunk belépni, de már az előkészítő folyamatokban most a tanulási fázison túl vagyunk. Egy olyan dinamikus ortézist szeretnénk a gyerekeknek bevezetni, ami a elsősorban hemiparetikus gyerekek részére a nem használt, a sérült kezüknek a minél inkább terápiában, illetve minden életbe való használatára tanítaná, segíteni a funkcióját a gyerekeknek. Ez egy önkéntes alapon, szülő önkéntes vállalásával egy heti egyórás fix terápiát jelent egy fél éven keresztül, és ennek a hatását szeretnénk majd a több helyszínen zajló. Stadiban bemutatni, és az OEP felé, illetve a szakma felé közvetíteni. A szakemberek mindig hangsúlyozzák, így főorvosnőik is, hogy a gyermekrehabilitáció az egy team munka, ahol a szülőnek is komoly szerepe van a terápiás alkalmak, illetve az otthoni foglalkozások során. Éppen ezért is indítottak már évekkel ezelőtt egy szülőklubot. Ez is nagy sikerrel működik. Igen, a szülőklub és egy többször felmelegített gondolat volt már, de most úgy tűnik, hogy az elmúlt három évben töretlenül sikeres. Hát itt találkozhatnak a, a fogyatékosággal élő gyerekeket nevelő szülők, és átadhatják egymásnak a tapasztalataikat, a kérdéseiket, megbeszélhetik a gondjaikra, kereshetnek egymás között választ úgy érezzük, hogy erre óriási igény van. Egy pszichológus kollégan nő mindig jelen van a foglalkozásokon, és egy ismert terapeuta, akit ugye a szülők nagy része évek óta ismer, ők ketten vezetik, de igény szerint hívunk ide vendégeket, illetve a szülők igénye szerint térünk ki külön témákra a, ezeken a megbeszéléseken. 2016-ban volt 40 éves a Válkei László Gyermekegészségügyi Központ, a Gyermekrehabilitációs Osztály, pedig az Idén, tehát 2017-ben ünnepel egy nagyon szép évfordulót, méghozzá a 35. fennállását. Erre hogyan készülnek, ezt hogyan fogják ünnepelni kórházszerte? Erre az évfordulóra nagyon büszkén készülünk. Egy tudományos ülést szerveztünk október 13-ára, melyen szeretnénk bemutatni az elmúlt 35 évet, szeretnénk megmutatni a változásokat, és elsősorban a, a jelenleg folyó terápiákról szeretnénk. Elsősorban a város, de az országból bárhonnan érdeklődő orvosok, gyerekorvosok és szakdolgozók részére. Ez egy Oftexen elérhető, akreditált tanfolyamként fog lezajlani. A szakdolgozók részére is pontszerző tanfolyam lesz. Hívtunk meg. A témában, tehát a gyerekrehabilitációban jártas ö, elismert, akreditált oktatókat, előadókat, és reméljük, hogy mindenkinek szolgálunk majd itt új ismeretekkel. Mindenki előtt nyitva lesz az osztályunk, kezdéstől egészen a zárásig. Bármilyen terápiába, zajló terápiába be lehet nézni. Tervezünk workshopokat, ahol kipróbálják a kerekesszékkel való mozgást egy kis sportvetékedő formájában, illetve ezt a jól működő kutyás terápiánkat is szeretnénk bemutatni a jelenlevőknek tavaly a 40 év kapcsán elhangzott több alkalommal, több fórumon, hogy a központi kórháznak legfiatalabb épülete a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ, mégis ez a lelakottabb legrosszabb állapotú. Hát azt hiszem, hogy elmondhatjuk a gyermekrehabilitációs osztály régi épületére, a 35 éves épülete is nagyon ráférne a felújítás ezzel kapcsolatban. Melyek a tervek? Hát én sajnos nem tudok jelenleg tervet erre az épület felújításra, bár Sajnos évek óta beázik a tornatermünk, az úszodánk, télen nagyon húzatos, nyáron nagyon meleg, tehát rendkívül ráférne a, a terápiás helyiségekre, illetve a régi részlegen a fel újításra nem került kortermeknek a modernizálására. A, itt ugyan egy pár éve egy szülői adomány kapcsán ablakokat legalább tudtunk cserélni, tehát azok most már nem áznak be és nem húzatosak, de a komfortosítás ahhoz, hogy a betegek jobban érezzék magukat, és ne legyen olyan nagy a kontraszt az egyébként nagyon szép új sportterápiás egységünkkel szemben, nagyon jó lenne egy felújítás, ha sikerülne. Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy véget ért a 2016-17-es tanév, de hát nyilván gondolatban már készülni kell a következőre, vannak-e tervek. Hát a munka folyamatos, tehát ezzel, hogy most a tanévet lezártuk, a, a projektek sem szűntek meg, tehát ősszel újraindulnak a, a, az alpakaterápiánk, folyamatosan zajlik a kutyás terápiánk, az, az nem szűnik meg a nyári időszakban sem. Az említett dinamikus ortézis, terápiás, kesztyűs projekt is a nyáron fog indulni, tehát átnyúlik a következő tanévre. Nagyon készülünk erre a továbbképzésünkre, és reméljük, hogy sikeres lesz, és tényleg javítja majd, illetve az, az elismertségét az osztályunknak, az ismertségét tudjuk ezzel bővíteni. És hát évvégére mindenképpen szeretnénk az egész 35. évfordulót egy, egy méltó bállal a dolgozók részére megünnepelni, melyet valahol a fogyatékossággal élők világnapja környékére tervezünk, hiszen osztályunknak mindig ez az évzáró és egyben az évnyitó partia is, ahol az egész éves munkánkat, az alapítványunk munkáját a szülők, a támogatók és minden érdeklődő előtt abszolút nyilvánosan bemutatjuk, és itt itt szeretnénk majd egy társintézmények felé meghirdetett úszóversennyel is, ami szintén hagyomány az osztályunkon több mint tíz éve minden Mikuláskor, minden fogyatékossága világnapján úszunk egyet, ott várjuk a Mikulás bácsit. Ezt már most pár éve megpróbáltuk kibővíteni a nyiregyházi Gyerekrehabilitációs Osztály, a Debreceni Gyerekrehabilitációs Központ felé is, és szeretnénk meghívni erre kis versenyzőket majd. És még egy fontos momentumról engedje meg Fölösny, hogy szóltál csak. Amikor készül ez a beszélgetés, akkor az osztályos gyerekek éppen kirándulnak, de szembe vannak. Fölösny mindig hangsúlyozza, hogy nem csak a terápiából áll az élet, tehát nem lehet 24 órán keresztül valakit terapizálni. Nagyon fontosak az osztályos gyerekek életében a rekreációs programok, amiből volt jó néhány ebben az évben is. Igen, ez is részben az iskola segítségével, részben az önkéntesként osztályunkon tevékenykedő egyetemisták, felnőttek és, és középiskolások közreműködésével zajlanak. Igen, én azt vallom, hogy akkor lesz jó az együttműködés a szülő a terapeuta között, ha a szülő felé egy olyan programot tudunk tálalni, ami élhető, ami hosszú távon élhető, és azt próbáljuk meg benne elfogadni, hogy a terápiára ugyan szükség van, de úgy kell megválasztani a rengeteg terápia közül a gyereknek megfelelőt, hogy teret adjunk mellette a család életének, a gyereknek legyen saját élete, megélhesse a gyerekkorát, kirándulhasson, mikulásozhasson, farsangozhasson, tehát minden egyebet, amit egy épp egészséges gyermek is, akinek nincs fogyatékossága él a napjaiban, ez megkapja. Tehát nem mi találjuk ki, hogy mire van szüksége, hiszen akkor elutasítást fogunk kapni a szülők és a gyerekek felől, hanem az ő kezdeményezésüket tudjuk megtámogatni, segíteni és ezzel javítani a compliance-t, az elfogadást, az elégedettséget, és hát mindannyiunk közös célja az, hogy a gyereknek jobb legyen, jobb életminőséget élhessen. És hát záró gondolatként én úgy gondolom, hogy itt a munka az egy abszolút team munka, amit mi az osztályon végzünk. A tím összes tagjának éreznie kell, hogy az ő munkája fontos, és hogyha ő a tudásának a legjavát adja, a tudásának a legjavát közvetíti a szülő felé, akkor a szülő ezt fogja érezni. És nemrégiben olvastam egy jó mondást, hogy a betegek akkor fogják úgy érezni, hogy mi segíteni akarunk, ha mi ezt nem elfásultan, rossz kedvűen munkaként fogjuk fel, hanem a jó kedvünket sugározva, a saját tudásunkat sugározva adjuk át, és én úgy gondolom, ebben nálunk a tím összes tagja megteszi a tölletelhetőt. Mindenki érzi, hogy a munkája nagyon fontos, az a csepp a tengerben, az nélkülözhetetlen, és itt szeretném megköszönni visszatekintve, bár én nem vagyok még ennyire öreg, hogy 35 éve dolgozom az osztályon, de minden dolgozónak kihány éve van az osztályunkon megköszönni a munkáját, és remélem, hogy ez a csapat ilyen jókedvűen, összetartóan fog dolgozni a következő években is.